Őrzők, vigyázzatok a strázsát, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertnek, emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyarán s összekevertem, búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánci terme. Történt szépek éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha, őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz aggódva árva. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba feneség. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szénbeszőtt hitét, s akik még vagytok őrző, árva, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, és miként azt akarta, hogy népe királya légy, azonképpen ajándékozzon meg téged itt a földön, és tegyen az örök boldogság részesévé, hogy néped az isteni intéseknek engedelmeskedve, ellenségeskedés nélkül, minden javakban bővelkedve, e világon békességet élvezzen. Ámen. Három hétre rá, hogy apja, második András testét a Nagyvárad melletti egresi kolostor kriptájában örök nyugalomra helyezték, Béla fejére került az oly régóta áhított korona. Ezen a szép őszi napon, a koronázás után, szeretteitől övezve, ellenségei hódolatát kegyesen fogadva, Béla fényes lakomát csapott. Jobbján ül hitvese, Laszkarisz Mária, a büszke görög királylány. Még apja szerezte neki hazafelé jövet a szentföldi hadjáratából. Ajándéknak szánta, de aztán meggondolta magát, és mert a politika szeszélye mást sugart, fel akarta bontani a frigyet. Csak hát elszámította magát, mert a két fiatalt a hatalomnál erősebb kötél kötötte össze. Szerelem. Boldog vagy, uram? Igen, boldog volt. A maga módján, ha Kálmánra nézett, és ha Máriára nézett. Mindenki milyen vidám. Csak az apám özvegye merészel szomorú képet vágni. Persze, ő megteheti. Oka van rá. Királynéból egy pillanat alatt lett özvegy. Egy senki. Egy fattyúval a szíve alatt.
mert azt senki nem hiszi el, amit állít, hogy apám ejtette őt teherbe. Az a kiélt vénkecske. A gyomrom fordul, ha arra a pillanatra gondolok, amikor esküvőjük során a templomban fellebbentette ifjú arája fátylát. Hogy megváltozott? A pimasz báj oda. Már csak egyre gondol. Ha benne növekvő élet megszületik, talán majd fordul a kocka. De az nem fordulhat meg soha. Ettől fogva az özvegy minden lépését vigyázták. Beatrix azonban attól retteget, hogy előbb vagy utóbb alattomban megölik. Ki tudja, valóra vált volna-e félelme, ha marad. De ő kihasználta a német császár követeinek látogatását, és azok férfi ruhában kicsempészték a várból. Németországban aztán lebetegedett, és nagy kínok közt fiút szült. Istvánnak keresztelte a gyermeket, akit Béla később soha nem ismert el testvérének. Kiláthatta akkor, hogy egy csöpségből sarjad majd az utolsó aranyágacska, az Árpád-ház utolsó királya. Béla gyerekkorától hordozott magában egy képet. Anyja véres darabokra szabdalt teste beleégett a szívébe, agyába. Egész ifjúságában gyötörte a kín, hogy a gyilkosok a méltó büntetés helyett a legmagasabb méltóságok birtokában gondtalanul élvezték tovább a király kegyét. Miklós, fia Miklós, apám kincstárnoka, milyen jó étvágya van. Vajon mennyi vándorolt az erszényébe a király kincstárából? Tehette gátlástalanul. Apám szeme csukott volt, ha látni, ajka néma maradt, amikor tolvajt kellett volna kiáltani. A dicső hunpázmán lovagok. Még itt az asztalnál is milyen jól megértik egymást. Akár csak a merénylet szervezésekor. Ők persze a háttérben maradtak, csak birtokaik növekedtek csendben, mindenfelé. Csanádban, Temesen, Aradon, Fejér megyében. Érdekes. Ez sem tűnt fel senkinek. Ismerlek téged is, baros fia Miklós. Tolvajok. Az egész család. Szövetkeztetek anyám gyilkosaival, tervet szűttetek, és fel akartátok osztani magatok közt az országot. Azt hittétek, a sok alleluja majd süketté tesz, az a sok lehajtott fő elhomályosítja látásomat. Nem homályosította el. Nem felejtettem semmit. Anyja még föllelhető gyilkosai, azok rokonai, leszármazottai után kinyúlt bosszúálló keze. Elfogadta, kiket kezéhez kaphatott. Foglyokat és menekülőket hűtlenséggel és az ország javainak elprédálásával vádolta be. A királyi törvényszék mindnyájukat elítélte, sokan lelték börtönben halálukat. Dénes nádornak, kit mindenki a szép Beatrix csábítójának és a halott András gyermeke igazi apjának tartott, kitolatta a szemét. Hallottam, hogy az urak körében igen elterjedt és nagyon makacsul tartja magát az a szokás, hogy amikor királyok udvarában összejönnek, széket visznek magukkal, hogy az ország állapotáról tárgyalni, tanácskozni, arra üljenek. Ki engedte meg, hogy a jelenlétemben bárki is üljön? Ezennel megparancsolom. Ha a király jelenlétében valamelyik úr az érsek és a püspök kivételével székre merne ülni, az kellő büntetéssel lakoljon. Megparancsolom továbbá, hogy a székeket
melyeken ezt a rút szokást gyakorolták, gyűjtsék halomba, és a palota udvarán égessék el. Az emberek álltak, és nézték a tüzet. A fénye nélkül is világos lett számukra, új világ kezdődött. Mivel ebben az országban a gonosz emberek igen elszaporodtak, ideje tőlük megtisztítani a nemzetet. Nem kívánjuk folytatni dicső apám meggondolatlan adományozásait sem, sőt, úgy ítéljük, hogy ez sokak megalapozatlan gazdagodásához vezetett. Mától tehát ezeket az adományokat felülvizsgáljuk, és visszavételükről határozunk. Elrendeljük továbbá, hogy felséges személyünket szóban mindenféle üggyel bárki ne háborgassa. A kérvényeket ezentúl a kancellárián kell benyújtani, ahol az arra illetékes dönt majd az akta sorsáról, amiben lehet saját maga eljár, és csak a legfontosabbakat terjeszti a király elé. Béla régi eszméje volt, hogy mihelyst a trónra kerül, apja tékozló adományait visszavonja. Ezek az intézkedések azonban nem vezettek jóra, és ahelyett, hogy követőit gyarapította volna, sokakat a királlyal szembefordított. Azt sem szerették benne, hogy még a kolostorokban is nyomoztatott eldugott kincsek után. A kancelláriát pedig az új idők szellemében átalakította. Amit dicső nagyapja, harmadik Béla meghonosított, azt becsülte. Amit apja, második András teremtett, lenézte. És bár nem hitt babonákban, sem szellemekben, mégsem tudott apja árnyékától menekülni. Vármegyéket! Hegyvonulatokat osztasz szét! Olcsó népszerűség ez, atyám! Adszod cserébe kapj? Uralkodó vagy, vagy csupán egy kereskedő? A korona Istentől való, és te érdemtelenné lettél arra a szövetségre, ami Isten is köztet köttetett, amikor megkoronáztak. Azt a szerződést ember át nem írhatja, de új szerződést, azt köthet. Halljad hát! Elrendelem, hogy a király minden évben István a Szent Király ünnepét Fehérváron ülje meg, ott minden ember dolgát meghallgassa, és ítéljen felettük. Elrendelem, hogy a király senkinek nem adhat örökbe egész vármegyét, sem egyéb királyi tisztet. Továbbá elrendelem, ha a jövendő királyok közül jelen búlák bármelyik rendelkezése ellen vétene, mindannyian is egyenként az urak a királynak ellent mondhassanak és ellenállhassanak. Éljen a király! Éljen a király! Ügyes voltál, apám. Nagy vészben voltál, mégis kivágtad magad. Majd meglátjuk, ha egyszer király leszel, és az ország vészbe kerül. Te mennyire leszel ügyes? Jönnek a tatárok! Jönnek a tatárok! A domonkosok tudós szerzetesek voltak. Régi magyar évkönyvekből és krónikákból kikutatták, hogy amidőn a magyarok az Ural mentéről kivándoroltak, egy részük Ázsiában maradt. Mese ez, vagy színtiszta valóság? Eldönteni csak úgy lehetett, ha négy barátot kiküldenek. Keressék meg az őshazát. Négyen indultak el, de csak egy pillant hagyta meg. Juliánus barát. Mikor meghallották, hogy magyar vagyok, kézről kézre adtak, mint a testvérüket. Megtudtam, hogy tőlük ötnapi járásnyira él egy borzasztó, kegyetlen népség, akiket ők csak kutyafejű tatároknak hívnak. Életük a harc és a gyilkolás. A gyerekek már 3 éves kortól lovagolnak, amint elbírják, forgatják a fegyvert. Az egész nép egyetlen hadsereg. Testileg szörnyetek, apró, vézna emberek, de szívósak és erősek. Arcuk széles, ábrázatuk torz, kiáltásuk vérfagyasztó. Lelkiekben a barmokhoz hasonló, törvényt, erkölcsöt nem ismerő embertelen fajzat. Egyetlen céljuk van csak, hogy kiírtsák az emberiséget.
vezérüktől egyszer valaki megkérdezte. Van-e szebb, mint tavasszal jó lovon vadászni, sólyommal a kézben? Van! A legszebb az ellenséget magunk előtt tűzni, vagyonát elprédálni, lovára kapni, látni, mint siratja családja, ölelni nejét, és hulláját feledni. Ez az egész csak mese! Arra jó, hogy gyerekeket ijesztgessenek vele! A papok ármánykodása az egész! Pánikot keltenek, hogy ne kelljen Rómába a zsinatra menni! Hányszor ijesztgettek bennünket a tatárral? Látott már valaki közülünk is egyet? Jön a tatár, aztán mégse jött! Most is úgy lesz! Király, vedd sorjába a várjobbágyok, a nemes vitézek és fegyverrel szolgáló népeid számát, gazdag kincstárad és éléstáraid, aztán melyik királyt véd olyan óriási testőrség, mint a Kárpátok téged? Gondold meg, mikor fenyegette az országot kelet felől komoly veszély? Nyugat felől jött az, meg dél felől, de keletről soha. És ha próbálkozna is, mit tehet ez a pusztai horda a te jól felfegyverzett seregeddel? Kiket győzött le eddig Batu? Kóbor kunokat, egymásra acsarkodó oroszokat, olyan egységes, erős, harcias nemzettel, mint a magyar. Nem volt dolguk soha. A tatárok azért győznek ellenfeleik felett, mert állandó háborúban élnek. Nyilaik, három ujnyival hosszabb, mint a magyar, és messzébb is visz. Ruházatuk, ökrök, vadszamarak, nyers bőre, amelyre belülről vaslemezeket varnak, így abban nyíl vagy szabja kárt nem tehet. De az ő csonthegyű nyilaik még a vérten is áthatolnak. Tűrnek meleget és fagyot. A folyókon, tömlőkön kelnek át. Lovaik a puszták edzett állata. Szükség esetén fakéreggel, sőt, gyökérrel is beérik. De mielőtt bármit határozol, királyom, halld ezt a levelet. Tatár nyelven írták, Batukán küldte a hódító sereg vezére. Tudom, hogy gazdag és hatalmas király vagy. Sok vitézed van és nagy országot kormányzol. Ezért nehezen fogsz nekem meghódolni. Bár jobb volna neked és üdvösebb, ha önként alávetnéd magad. Tudom, hogy kúnokat tartasz oltalmadban. Szolgáimat! Megparancsolom tehát, ne tartsd tovább őket magadnál, nehogy ellenfeleddé legyek miattuk. Könnyebb nekik menekülni, mint neked. Nincs házuk, sátorban laknak. Így talán elfuthat. De te házban lakol, vannak váraid, városaid. Hogy fogsz a kezemből megmenekülni? Én Batukán, kinek az a hatalom adatott a földön, hogy aki nekem ellenáll, mindenkit eltiporja. Várom levelemre, mit üzensz vissza? Csak néztem ezt az embert. És eszembe jutott a koronázásom egy pillanata, amikor a megtisztulás fehér köntösében bűneimet megnyomta. Azt hittem, majd minden megváltozik, de nem változott semmi. Az én történetem csak most kezdődött igazán. Harmadnapra megérkezett Béla válasza. Testvéreim az Úrban, most szálljunk mind magunkba, és tartsunk bűnbánatot e fejedelemért, ki országa és az igaz hit védelmében fiatalkora ellenére már oly sok jót tett. Aki tudod, hogy az emberi nemzet előtted semmiféle erővel meg nem állhat, engedd kérünk kegyesen, hogy szolgád, akit néped élére kívántál helyezni, megerősödjék segítséged által, hogy akiket uralma alá adtál, azoknak javára is kívánjon lenni.
mindenható örök Isten, égiek és földiek irányítója, aki szolgádat Bélát az ország élére méltóztattál állítani. Engedd meg, kérünk, hogy minden bajtól megszabadulva erősíts őt az egyház békéjének adománya, hogy ennek folytán az örök béke jussát kiérdemelje. 1241 farsangján csikorgó hideg volt, de ez nem vette el az emberek kedvét, hogy vidámságukkal száműzzék a telet és minden kísértő szellemet. Félnek. Nem beszélnek róla, de minden éjszaka sírnak, és én is nyugtalanul alszom. Ne féljetek. Ősszel végigjártam a lengyel határt. Mielőtt leesett a hó, Verecke felől az orosz oldalt. A gyepüket mindenütt javítják. Az utakra akkora fenyőfákat döntenek, hogy azon ember nincs, aki átverekedne. Erdélyben a törcsvári szorosig mindenki készenlétben áll. A nádort a vereckei hágóhoz vezényeltem, és az országban a hírnökök szerte vitték, hogy mindenki fegyverbe hadba szálljon. Ne féljetek, nem lesz semmi baj. Ha a király hívja, mindenki itt terem, és elkergetjük azokat a csúnya tatárokat. Így tervezgetett a jó király, és mivel hitt benne, a többiek is csak játéknak és álomnak hitték. De az álomra hamar virradt a kegyetlen reggel. Mire felébredtek, a tatárok már ott voltak a házak alatt, és benéztek az ablakokon. Királyom! 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 A tatárok Vereckénél 40 ezer orosz foglyot hajtanak maguk előtt! A kezükben fejsze, éjjel-nappal vágják az erdőt! A torlaszokon úgy hágnak át, mint a nem óriásanyjuk törzséje, nem könnyű lécek lennének! Királyom! Negyedik napja nyargalok! A vereckei hágónál, ahová őrizni rendeltél bennünket, hajnalban rajtunk ütött a tatár! Fel sem foghatom, honnan tűntek elő! Mielőtt kardunkhoz kaphatunk volna, nyilai zápora mindenkit leterített! Királyom! Királyom! Vácon! Az egész környék népe a templomba menekült! De a tatárok nem tisztelték sem a helyet, sem kort, sem nemet. Üszköt vetettek az épületre, és a menekültek mind nyomorultul megégtek. Akik kijutottak, azokat levágták! Az égre száll a sikoltó nők, szokogó gyermekek ordítása. Béla végre fölfogta a baj méretét, és hogy milyen porszemű abban a viharban, ami rázódulni készül. A nagykánnak Magyarország semmi. Miközben ők az életükért remektek, a tatárok éjjel-nappal már azon tanakodtak, hogyan fogják Rómát, és ami még azon túl van, a hatalmuk alá hajtani. Béla félreverte hát a harangokat. Ébredj, Európa! Ébredj! Mi, 9. Lajos, a francia királya,
Édesanyámmal megbeszéltük ezt a te dolgodat a tatáhokkal, fiam. És aha jutottunk, hogy ne túlozd a félelmede. Meglásd, megsegít majd az Isten. Hadat kész tőlünk, de hiszen hadat mi nem tudunk neked küldeni. Ehősítünk azonban lélekben, és bíztatunk, hogy ne hagyd magad és országodat elveszni, fiam. És ha majd a mi kapunkon döhömbe a tatá, mint ahogy ihod leveledben, hát, Istenem, majd meglehegszünk velük, és elküldjük őket a pokolha. Vagy ők küldenek el minket a mennyországba. Mert ne feledd, fiam, a mennyek kapuját már kitárták előttünk. Azzal riogatsz minket, hogy a tatár már szemet vetett az országunkra, és csak idő kérdése, hogy mikor veti rá az üszköt. Fiam, bizalmasan elárulok neked valamit. A tatárkán követei már jártak az országomban, és felajánlották, töltenék-e be valami tisztséget az udvarukban. Tudod, mit válaszoltam nekik? Én legjobban a madarászathoz értek. Érted? A madarászathoz? nem értették. Ezeknek csak a gyilkoláson jár az eszük. Úgyhogy legyél velük nagyon óvatos, ha már elővigyázatos nem voltál. Az mégis hogy lehet, hogy országod, mint írod, így rettenetes túlerőnek van kitéve? Nincs egy valamire való erőd? Miért nem építettél várakat? Miért nem tettél meg mindent, ami egy bölcs uralkodótól elvárható? Most kapkodsz fűhöz, fához, hogy segítsenek? A szép gondolat, hogy te magadat és országodat, ha tatárral szembeszállok, hűbéresen ő felajánlod. Nemes gondolat. Na, erre még később visszatérünk. Most azonban a békefeltételeket kell diktálnom a pápának, mert, mint az köztudott, a pápa legnagyobb ellensége a császár. Az meg én vagyok. Úgyhogy várjál, fiam, türelmesen, amíg a pápasággal ez az ügy elrendeződik. Majd aztán rendezzük a te dolgodat is. Na. Még most sem száradtak fel a könnyeim miattad, Béla. Egyházunk támasza, hű gyermekem. Tudtam én, hogy Frigyes, ez az istentelen császár addig nem nyugszik, míg romba nem dönt valamennyiünket. Mert ő hozta ránk ezt a pogány veszedelmet, biztos forrásokból tudom. Jobb, ha te is tisztában vagy ezzel. De te jó fiú vagy. Szent egyházunk büszke égköve, ezért is vérzik a szívem miattad. Imádkozom, hogy országod a rászakadt bajtól mihamarabb megszabaduljon. Írod, hogy mekkora a baj, de gondold el, fiam, engem micsoda veszély fenyeget. Személyemet Szent Péter trónusáról akarja letaszítani Frigyes. Magyarország veszélyben van, igaz? De mi lesz az egész keresztény világgal, hogyha a trónus, mely felette áll, üres? Ha majd Frigyes magát megalázva, bűnbánó szívvel az egyháznak behódol, és olyan békét lehet vele kötni, ami az egész keresztény világ javára válik, akkor lehet majd teljesebb segítségünkben részed. Addig is, drága gyermekem. És Gergely pápa keresztes hadat hirdetett. Nem, nem a tatár ellen. Frigyes, a császár volt az ellen. Azokban a szörnyű napokban gyakran felrém lett nekem az a pillanat, mikor ott feküdtem az oltár előtt. Kiterítve. Félúton ember és király között. Mindnyájan, akiket megkoronáztak, átéltük ezt. Vártuk. Készültünk rá. De felfogni nem lehetett.
felfogni a magányt, amelyben nincs kapaszkodó, csak valami hasztalan lebegés. Felfogni, hogy miközben milliók lesik parancsodat, valójában egyedül ülsz a magányban és a homályban. Eddig nem tudtam, mit jelent az, egyedül lenni. Pedig nagyapám Béla figyelmeztette rá apámat. Jegyezd meg! Magyarországnak nincsenek falai, mint a bizánci birodalomnak, hogy megvédje határait. Gondold meg, kihez fordulsz majd segítségért? Kire számíthatsz, ha majd egyszer a mongol hordák elérnek határodig? Amit egyébként Bizáncban már oly régóta jósolnak. Kiküld majd neked egyetlen lovast is, ha beborul az ég. Én jelen voltam, amikor beborult az ég. A teremtő engem arra jelölt ki, hogy tanulja legyek olyan időknek, amelyekből világossá lesz, hogy mi vár reánk a végítélet napján. Én az itáliai Apuliában születtem, a század első éveiben. Pecorari Jakab pápai legátus káplánjaként jöttem ebbe az országba 1232-ben. Rogériusnak neveznek. Én átéltem, és megírtam mindazokat a szörnyűségeket, amelyek a magára maradt Magyarországgal történtek. Elmondom hát, hogy akik hallják, megértsék. És akik megértik, elhiggyék. És akik elhiszik, tartsák meg. És akik megtartják, fogják fel. Fogják fel végre, hogy közel vannak a végpusztulás napjai. És hogy az idők sietnek a nem lét felé. Béla hatalmas sereget gyűjtött. Hívó szavára felbojdult az ország. Mert nem volt elfelejtve, hogy idegen betörés ellen a királyért, az országért hadba szállni ősi kötelesség. A sereg nem volt kicsi. Létszámát 65 ezerre becsülték. Magyarország 70 éve nem viselt komoly háborút. A hosszú béke megrontotta a fegyverforgatástól elszokott népet. Az ifjúságnak a bujaságban telt a kedve, a tunyaság gyávává tette őket. Minthogy mindig mulatságon járt az eszük, nem gondoltak komolyan a fegyverek zajára. Hiába voltak olyan sokan, ez a sereg már nem volt az a régi, amellyel még Szent László sorra vívta győztes csatáit. A Hernád által már jócskán felduzzadt sajó sárosan mocsarat képezve hömpölygött a Tisza felé. Jobb partján széles síkság terül el a Muhi puszta. A magyar sereg Béla parancsára a sík jól belátható rónán ütött tábort. A tatár a domboldalra húzódott, ahol mozdulatait elrejtették az erdők. Béla csapatát szekerekkel vette körül, és ez az építmény falként védte a sereget. Sok a magyar, de nem mennek vele semmire. Rosszul vezetik. Nyáj módjára, mint a birkák. Szűk a kolba zárták magukat. A tatárok a szokásukat követték. Kora hajnalban csaptak le a még gyanútlanul alvó seregre. Hiába voltak az őrök, riadóra nem maradt idő, mert nyílverte át a torkokat. A tatárok körbevették a tábort, és gyújtó nyilaiktól lángra lobbantak a sátrak. Belőlük, mint megriadt ürgék ugráltak ki a harcosok. Kétségbe esetten keresték fegyverüket és a vezért. De parancsok, vezényszavak már nem hatottak e zűrzavarban. Hiába biztatás, hiába fenyegetés, már a félelem vezérli a lelkeket. Amikor összecsapnak, legtöbbjük ösztönből visszafordul, és a hátát mutatja, mint birkák a farkasoknak. Így esnek el, dicstelenül. Még nincs kimondva, de mindenki tudja, az ősi Magyarország katonai tekintetben elveszett.
És ekkor Árpád vérének tisztelete a legtisztább fényében újra felragyog. Óvjad a királyt, szól a vezén szó, és a harc ettől fogva már csak miatta. Őt a királyt vadássza minden tatár. Őt a királyt védi minden igaz magyar. Egy dárda már épp Béla testébe fúródna, de Móric a pók nemzetségből levágja. Őt magát lekaszagolják, de a király mentve van. Rátörnek ekkor többen, de Mohol fia Detre eléjük veti magát. Esélytelenül küzd, mint halálig, de élete megváltja Béla életét. A király lova ekkor felbukik. Ernye az Ákos nemzetségből leugrik lováról, és a királynak adja. És míg Ernyét dárda nyársalja, a király tovanyarga. Batu váratlanul rést nyitott a szekértáborban rekedt magyar seregnek, hadd meneküljenek. Ezrével tódulnak ki a szabadba, és futnak, amerre látnak. Batu meghagyja őket. Egy darabig. Aztán kiadja a parancsot az üldözésre. Most már nincs irgalom. Mindenkit levágnak. Nem törődnek arannyal, ezüsttel, csak a futó kiirtásával. Sokat a Tisza mocsarába szorítanak, sokat futtában verátnyilak. Az országúton fel egész Budáig ezrével hevertek a hullák. A csata gyilkos volt, de a sereget igazából ez az üldözés semmisítette meg. És Magyarországnak más serege nem volt. Batu a primitív harcosok logikáját követte. Amíg nem merett rá véres tekintettel az ellenség vezérének levágott fejet, addig nem érezte igazán győztesnek magát. Az ország lángban állt, városai, falvai lerontva, az élők, mint levágott barmok, dögökként heveltek. De élt még Béla és a család. Kíméletlen hajsza kezdődött utánuk. Béla először északon a hegyek sűrűjébe vetette magát, Gömör, Nógrád, Hont, Vars erdős részein kevesebb magával elérte Nyitrát, de itt csak rövid időre lett menedéket. A válogatott gyilkosok a nyomára akadtak. Kis időre ausztriai Frigyes fogadta be, de ott sem volt maradása. Délnek vette az irányt Zágrábba, majd onnan tovább a tenger felé. De a tatárokat nem tudták lerázni. Végre Klissza vára fogadta be őket, ám alig, hogy megpihentek, királyi vért szomjazva az üldözők ott is megjelentek. Én Batukán, a győzhetetlen hadak fejedelme üzenem. Ne kívánjatok idegen vérért magatok lakolni. Adjátok kezembe ellenségemet. Különben kezeink bosszúját magatokra bomba. Mindnyájatokat elveszik. A falak őrei nem mertek felelni, mert Béla megtiltotta nekik. Különös, halálos csönd ülte meg a tenger partjait. Hallgatott az áldozat, és elnémult a vadász. Imádkozni szeretnék, uram. Érted? Az országért. A méhemben hordott magzatért. Gyerekkorom távoli földjéről valók ezek a szavak. Még anyámtól tanultam. Kegyetlen emberirtók voltak a tatárok a háborúban. De még borzasztóbbak a békeidőben. Mert gondjuk volt arra, hogy bizonyos vidékeken maradjon ember, ki a földet megműveli, termését betakarítja.
Ezután azonban már nem volt szükségük többé a munkás kezekre. Azt sem akarták, hogy amit a nép maga termelt, elemészze. Ezért parancsba adták, hogy férfiak, asszonyok gyerekeikkel együtt ajándékokkal járuljanak elébük. Átvették az ajándékokat, aztán az embereket két csoportra osztva a földre ültették. A sort két-két tatár végigjárta. Az egyik az emberek karját emelte fel, a másik pedig egyetlen mozdulattal tövig szúrta kését az emberek szívébe. Legvégére hagyták a gyerekeket. A tatár asszonyok parontjaik kezébe husángokat adtak, és biztatták őket, hogy verjék szét a magyar gyerekek fejét. És ha alaposan végezték dolgukat, megdicsérték őket. Te válts meg engem, sárkány vaddühe szét ne tépjen engem. Ördög kár örömét ne önsd fejemre, bármit tettem ezerszer ellenedre, szennye gyűjtve a satnya, gyönge testre és lélekre. A bűnöket én csak úgy menekülhettem, hogy egy patakmederbe húzódva gallyal, levelekkel betemettem magam. És két napig feküdtem, étlen szomjan, mozdulatlanul. Eleven síromból csak akkor mertem előbújni, mikorra biztos lehettem benne, hogy a gyilkos horda elvonul. Izgatottan felmásztam egy kimagasló fára, és körbe tekintettem a vidéken. Micsoda fájdalom! Templomok távoli, üszkös tornyai voltak a borzasztó világ határai. Utak és ösvények eltörölve. Az egész föld vértől vörös lett. Darabokra szabdalt testek hevertek szerte, mint legelésző sertések csordái. A pusztán lovak nyereggel, de rajtülők nélkül futkároztak a szabadban. Arany és ezüst edények, sejemruhák,
gazdájukat nem menthették meg a haláltól, most szala szétdobálva. Nincs senki, aki összegyűjtse. 15 napi járóföldön, széltében, hosszában egyetlen embert sem találni. Magyarországon 1241 őszén és 1242-ben a Duna-Tisza közén sem mellékén nem volt aratás. Az éhínség legborzasztóbb jele, hogy a farkasok már a házakba is betörtek. Beszélik, voltak, akik földet ettek. Olyan hírek is szárnyra keltek, hogy végső nyomorukban akadtak anyák, akik gyermekük húsára vetemettek. Nem csoda hát, hogy a bajorországi Niederaltaichi Kolostor évkönyvébe a szorgos barátok feljegyezték. A magyar királyságot, amely 350 évig fennállt, a tatárok ez évben megsemmisítették. Finish Hungarie. Amilyen váratlanul csap le a nyári förgeteg, olyan hirtelen tisztul nyomában az ég. Decemberben meghalt a tatárok nagy fejedelme, és amint a hír tavaszra a Kárpátokon túlra elért, az összes fővezér a harcokat beszüntetve azonnal hazasietett. Néhány nap múltán egyetlen tatárt sem lehetett látni a vidéken. A horvát tengerpartján, a Trogirhoz közeli Klissza várában pedig felsírt egy újszülött. Béla és Mária 9. gyermeke, Margit. Akarod-e a hitet, melyet hívő férfiak adtak át neked, megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyházaknak és az egyházak papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e ezt az országot, melyet Isten neked átengedett, kormányozni és védelmezni? Akarom. Akarjátok-e ennek a fejedelemnek alávetni magatokat? Az ő országát erősíteni, igaz hittel megszilárdítani, és parancsolatainak engedelmeskedni? Minden balvégzet ellenére Magyarország mégsem veszett el. A kiomlott vért a szomjas föld felitta, a testek, csontok elporlattak, a halálhörgésekkel tovanyargalt a szén. A leomlott falak közé lassan visszaköltözött az élet. Ember és jószág egyaránt visszamelegedtek a közös akolba. Bélának első dolga volt, hogy amit elmulasztott, sietve pótolja. Mindenütt várak építésére buzdított. A királyné pedig, talán, hogy példáját kövessék, saját hozományából felépítette Visegrád várát. Béla pedig, amit ő apjában utált és üldözött, azt most maga kezdte gyakorolni. Birtokok adományozásával magához édesgette az elpártolt urakat. Önállóságot adott a városoknak, buzdította a kereskedést, és új érték álló pénzt veretett. Miközben az ország dolgait rendbe rakta, nem felejtkezett meg Istennek tett fogadalmáról sem. A Duna szigetén, kolostori életre alkalmas helyen templomot és monostort alapítunk,
amelyben jámbor szüzek szolgálják majd a királyok királyát. És hogy Isten előtt ismert jámborságunk mások előtt is példa legyen, leányunkat, Margitot elhelyezzük ebben a kolostorban, hogy élte-fogytáig szolgáljon Istennek és a dicsőséges szűznek. A szép királylány zárdájának hamar híre kelt, és a legrangosabb családok vetélkedtek, hogy lányaikat befogadják. Meg is telt hamar, hogy 70 munkát és nélkülözést soha nem látott kényes kisasszonya. Margit volt köztük a legrangosabb és a legszerényebb. Mégsem szerették. Alázatosságát olyan kicsinyes bűnök álarcának vélték, amilyeneket ők maguk is takargattak. Irigyelték és megvetették, mert külön utakon járt, és hát féltek is tőle, mert tudták, hogy ők nem léphetnek a nyomába soha. Ne húzd el a lábad, nővérem! De mégis! Egy királynő nem tehet ilyet! Épp olyan vagyok, mint te, vagy bárki más. Ez nem igaz! Nézd meg a gyönyörű hosszú hajad, a miénket le kellett vágni. Még ki is bontja, hogy bosszantson minket. Én is levágtam volna, esküszöm. Anyám akarta így. Még a pápánál is eljárt, hogy kivételt tegyen. Hát pontosan ez az, a kivétel. Nekem vezekelnem kell. Vezekelned? Ugyan? Mi a te bűnöd? Ártatlan vagy, mint egy újszülött. Két kicsi nővérem meghalt, amikor a világra jöttem. Arról te nem tehetsz. A pest is vitte el őket. Apám feláldozott, hogy megmeneküljön az ország. Tudod, hogy mi a te bajod? Hogy imád szenvedni. Azt hiszed, nem tudjuk, hogy minden éjjel tövises vesszővel csapkodod magad? Nehogy azt hitt, hogy titok. Mindenki hallja. Ha valaki Krisztushoz tartozik, feszítse meg a testét, és ölje ki lelkéből a hiú kívánságokat. Nézzétek a kis szent! Ja, szent! Akkor hódoljunk neki! Margit, imádkozzál! Jaj, szent asszony, imádkozzál érettünk! Na, imádkozzál! Gyorsan, lányok! Most senki nem figyel! Csenge! Ilona! Eszter! Szerető atyám, fiai, mit műveltek velem? Bocsáss meg nekem, úrnőm, és taníts meg, hogyan kell Krisztust helyesen imádni. Istent szeretni, magadat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Amikor Béla lányát e szavakkal, hogy élte-fogytáig a kolostorba küldte, maga is úgy gondolta, hogy élte-fogytáig, ha csak közben nem jön valami. Mária is ezért kérte a pápát, hogy lánya a felszentelésig hadd viselhesse hosszú haját, mert titkon Margit más sorsába reménykedett. Sorra érkeztek a zárdába a kérők, hiszen a lány még nem volt felszentelve. De Margit hallani sem akart róla, hogy égi jegyesétől megváljon. Akadt azonban a kérők sorában valaki, aki Bélának nagyon fontos volt. Második ottakár cseh király. Lányom, Margit, Margit, Margit. A csehek királya azért kereste fel udvarunkat, hogy személyesen győződjön meg. Hogy személyesen győződjek meg szépségéről, melynek híre palotámba is eljutott. Mégsem a szépség vágya hajtott, ne higgye, hanem lelki égköveinek ragyogását jöttem csodálni. Nem vagyok már fiatalember, tudom. Házas is voltam már, de a pápa elválasztott minket, és most magányosan, mégis erőm teljében keresem lelki társam. Apám nem említette önnek, hogy az ő akaratából és az országunkért hozott áldozat gyanánt én már jegyes vagyok? Lányom,
az a jegyesség még nem pecsételődött meg. És felbontását a pápánál bármikor ki tudom eszközölni. Hallgatsz? Magába mélyedt. Így imádkozik. Jobb, ha most magára hagyjuk. Nézd rám még egyszer, nemes hölgy. Ha majd karomba zárlak és szorosan ölellek, lesz okod pilláidot lezárni. Elég! Ha e törrel most az orrom lemetszem, rajongani fogsz akkor is? Ha ajkaimat levágom, imádni fogsz. Tudjátok meg, előbb leszek elcsúfított szörnyetek, mint ennek itt a kedvese. Lányom, parancsolom. Margit, kérlek, az égre, Margit, az apád kérlek. Vagyok és a királyod. Margit. Királyom vagy. De apámnak és téged, anyámnak csak oly dolgokban ismerlek el, amelyek Istennel vannak. Oly dolgokban, amelyek Isten ellen valók. Sem apámnak, sem anyámnak nem ismerlek többé. Király és királyné nem erőltették tovább a dolgot, és nem küldtek több királyi kérőt. Lánya makacsága azonban olyan mélyen érintette és bántotta Bélát, hogy később, amikor apácává avatták, a ceremóniától a királyi pár tüntetően távol maradt. Csak néztem ezt a lányt, és azt kérdeztem. Hol az a hatalom, amellyel Róbert érsek felkent a koronázáskor? Hová lesznek a szavak? És hová az erő, ha egy még hatalmasabb királlyal ütközik? Amint a mi méltatlan kezeinkkel, ezen látható olaj által külsőleg felkenünk, úgy töltse el bensődet a láthatatlan kenet árja. Járjon át téged szíved legmélyéig, és árassza szét benned a mindenható örökisten áldását. Kenessék fel ez a kéz szent olajjal, amivel felkenték a királyokat és a prófétákat, és miként királlyá kente Sámuel, Dávidot. Úgy légy áldott és királlyá rendelt ebben az országban, e felett a nép felett, amelyet a te urad, Istened neked adott, és uralkodj felette, és kormányozd. Kenessék fel ez a fej, hogy a királyi hatalom nagy fényétől fogva mindeneknek szemei tündöklő világossággal ragyogja be, és tiszta fényt árasszon. A vigasztaló lélek szent kenete árassza fejedre áldását, járjon át téged szíved legmélyéig, hogy ezen látható ajándék által méltó légy a láthatatlan adományok befogadására. Ezen lelki kenet áradása járjon át téged, hogy megtanuld elkerülni és megvetni mindazt, ami tilalmas. És folytonosan azon gondolkodj, azt kívánd és azt cselekedd, ami a lelkednek hasznos. Néped atyaian vezesd az igazság ösvényén, hogy minden ellenséged felett bátran helyt állhass és diadalt aras.
Légy áldott és királlyá rendelt ebben az országban, e felett a nép felett, amelyet a te urad Istened neked adott, hogy uralkodj felette, és a béke adományával gazdagítsd. Királlyá kentelek téged a szentelt olajjal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. A gyűrű, a jogar, a kard és a korona. Hogy vágytam akkor, hogy megérinthessem őket. Ott feküdtek szépen, kiterítve az oltáron. Vártak a sorukra. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd innen, a fehérvári bazilika kincstárából, faládába csomagolva úgy lopom ki őket, mint valami tolvaj, hogy aztán a Zágráb melletti medvevárba rejtsem, saját fiam elől. Igen, Béla rágondolt Istvánra, a hűtlen fiúra, akit bizalma és reménye jeléül még gyerekként megkoronázott. A fiú most meg nyíltan lázítja ellene az embereket, mert épp oly türelmetlenséggel lobog benne a nagyra vágyás, mint Bélában fiatal korában. Csak hogy Béla erre már nem emlékezett. Haddal fordultál ellenem, István, micsoda szégyen. A tatár elment, és saját fiam támad helyettük. Még szerencse, hogy az ég adott nekem egy másik fiút. Úgy hívja a nép, a jó Béla. Adja az ég, hogy a házasság révén a cseh király rokonával nagyobb biztonságban éljen, mint ami nekem adatott. Milyen boldog vagyok. Anyámat ritkán láttam mosolyogni. Nevetni talán még soha. Tudom, hogy hívják a háta mögött. A büszke görög. Nekem mégis az anyám. Sosem tudtam neki megmondani, amit iránta érzek. Szeretlek. De jó rájuk nézni. Ez egy kedves teremtés. Nem olyan, mint az a másik. István elfajzott asszonya. Mindig féltem ettől a nőtől. Ez nem magyar. Ez egy kún. Hiába vezér az apja, mégiscsak pogány. Durva az arca, durva a lelke. Megrontja szerencsétlen fiam. Istenem, miért engedted ezt a házasságot? Hiába a szándék, hogy békítsük meg a kúnokat. Nem lesz ezekkel béke soha. Na, megérkezett a kígyó. Addig áskálódtál a saját bátyád ellen, amíg az apátok szíve teljesen kifordult, kihűlt. Engem is gyűlölsz. Jó szövetségre találtál ebben anyáddal. De hiába minden. Az én férjem erős. A fél ország már a miénk. Birtokaid, minden javad, ami a földeinken maradt mostantól enyém. Mosolyoghatsz rajtam, ha tetszik, de belőled sosem lesz királynő. Én nem sokára az leszek, és élvezni fogom, ahogy hajlongsz majd előtte. Ha tudnád, amit én tudok, te álnok, kétszínű teremtés. Apám megosztotta velem a terveit. Legkedvesebb fia mennyegzőjét nem fogja elrontani. De a csapatok titokban már elindultak, és be fognak keríteni édesem. Láncra verve fognak majd elém hozni, és én akkor is mosolygok. És csak annyit mondok, el vele! És a legmélyebb börtönünkbe vetnek, hogy sose láss többé a napot. Legkisebb és legszeretettebb fiunk Béla házasságát
egyetértésben a királyi tanáccsal, adomány ajándékkal kívánjuk bearanyozni. A déli tartományok, Szlavónia és Horvátország élére, ahol eddig nem kevésbé becsesebb fiunk István uralkodott, ezennel Bélát kinevezzük! Istvánt pedig, aki fiatal kora ellenére a harcokban eddig is komoly jártasságot szerzett, Erdélybe küldjük. Ha ő védi határainkat, tudom, itthon nyugton alhatunk. Nem úgy, apám! Elveszett tőlem a gazdag déli tartományokat? Szlavóniát, Horvátországot öcsémnek adott, ki szinte még gyerek? Engem meg Erdélybe küldesz, hogy ott álljam a sarat, ha netán a tatár újra betör? Te nagyon jól tudod, Erdély mit jelent. Fiatal korodban épp úgy lázadtál ellen, amikor apád oda vezényelt. Erdélyben mindig azt küldik, aki nem számít, akit félre kell állítani, aki jó, ha messze van. Én messze vagyok tőled. Miért? Miért jut öcsémnek mindenből a java, és miért mindig én vagyok az utolsó? Tartományokat bízol rá, de hisz alig üli a lovat. Én csatákban bizonyítottam képességemet. Nem úgy, mint te, aki miatt Morva mezőn majdnem mind oda vesztünk. Kimondom, amit mindenki gondol. Öreg vagy már. Öreg. Rossz király. És hadvezérnek se voltál jó soha. Nem érdemed. Csupán szerencsét, hogy itt tart ez az ország. Ez az én fiam. Vármegyéket. Hegyvonulatokat osztasz szét. Hol van most, Istenem, az erény és igazságosság veszélye? Uralkodó vagy, vagy csupán egy kereskedő? Hol a tisztánlátás adománya? És te érdemtelenné lettél arra a szövetségre. Hol vagy erőm hajdani emléke? Vedd át a királyi méltóság gyűrűjét, és ezáltal tekintsd magad az igaz hittel eljegyezve. Mert ahogyan ma fejévé rendeltetsz az országnak és a népnek, úgy leszel építője és megszilárdítója a kereszténységnek, hogy munkában boldogan és hitben gazdagodva a királyok királyával dicsértessél, általa, aki a hatalom és a dicsőség mindörökké. Vedd az erény és igazságosság veszélyét, hogy tud simogatni a jámborokat, és megfélemlíteni a gonoszokat. Tudj a tévelygőknek utat mutatni, az elesetteknek kezet nyújtani, és nyissa meg neked az ajtót Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki magáról ezt mondta, én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. Vedd át e kardot, és vedd emlékezetedbe azt, amiről a Zsoltár író a következő proféciát mondta. Övezd fel a kardodat oldaladra, te hős, hogy ezáltal az igazság hatalmát gyakorold. A jogtalanság nyűgét semmisítsd meg. Isten szent egyházát és híveit oltalmazd és védelmezd. A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. Még én vagyok a király. A tatárvész után alig múlt két évtized, és lángokban állt újra az ország. Béla csapatai két irányból csaptak le István ország részére. Az egyik a Maros völgyében lekötötte az ifjú herceg figyelmét, a másik északon gyors rajtaütéssel foglyulejtette István családját. István meghátrált, bezárkózott a barcaságba, fekete halom várába.
Egy hónap után segítséget kapott, és megfordította a hadiszerencsét. Kemény fia Lőrinc országbíró seregét megverte, és megindult az ország belseje felé. Isaszeg mellett találkozott szembe apja főseregével. Margit! 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 Miért gyűrött miattuk, Margit? Nem, de vér vagyok apám testéből, és nem, de István is a vérem. És ti azt kérditek, miért emésztem magam? Tégy igazságot! Állíts meg a harcot! Miért ölitek egymást? Miért uszítjátok egymással az embereket? Miért tapossátok sárba az élet magjait? Apám, testvérem István, tegyétek le a fegyvert! Margit hív benneteket! Apám, a lábaimnál egykor királyi kérők koronái hevertek. Te mindig vágytál a hatalomra, én soha. De miért adott Isten koronát neked? Elfelejtetted, amit a Szent Király tanított. A korona nem aranyból készült. Emberi erények alkotják abroncsait. Légy türelmes! Nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz. Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit ne büntess. Légy szelíd, és soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, és szándékosan, soha senki gyalázattal ne illess. És végül vésd eszedbe. Ezek nélkül itt nem tud uralkodni senki. Fiú! Tiszteld az apát, hajts fejet előtte, és mondd, a harag elszállt, a szívemben béke van. Apa, tiszteld a fiút, öleld magadhoz, és mondd, a harag elmúlt, bocsáss meg, és én megbocsájtok. A harag elszállt, szívemben béke van. A harag elmúlt, bocsáss meg, és én megbocsájtok. És 1266 ragyogó márciusában a Nyulak szigetén Margit átölelte az apát és a fiút. Békét szerzett nekik, és ők ebben megnyugodtak. És én, tudatlan, gőgös és mi haszna, csak most, sok évvel a koronázásom után értettem meg, és lettem méltó ahhoz a nagy pillanathoz. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre. Mégis tudjad, hogy a korona a szentség dicsőségét és tiszteletét, valamint a kifejtett erő hatását jelképezi. Ebben a királyi trónusban erősítsen meg a Jézus Krisztus, hogy a királyságban uralkodhass vele, aki a királyok királya és az uralkodók ura, aki az Atya Istennel és a Szent Lélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen!